Több központi államigazgatási szerv szűnik meg, vagy alakul át jövőre. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal központi szervezete a korábbi tervekkel ellentétben a magyar államkincstárba integrálódik. Egy intézményen belül maradnak a kifizető ügynökségi és a központi irányítási feladatok is. A részletekről Kozma Pétert, kormánymegbízottat kérdezzük. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Akkor hogy is van ez az átalakulás, átalakítás, hiszen volt egy eredeti tervezet még a nyáron, aztán ez ősszel megváltozott, hová került tehát, vagy hová integrálódik az MVH? A története ugye úgy kezdődött, hogy a nyáron volt egy kormányhatározat, nevezetesen az 1312/16-os, ami június 13-ai kormányhatározat volt, amely a központi költségvetési szervek átszervezéséről szólt. E kormányhatározat alapján került a parlament elé a megvitatandó törvényjavaslat, ez kihirdetésre került, és ennek alapján kerülnek átszervezésre, integrálásra ezek a szervek, így az MVH is. Ebben az esetben, tehát ami úgy gondolom, hogy a megyében nagyon sok gazdát érint, tehát a mezőgazdaság és vidékfejlesztési hivatal megyei igazgató kirendeltsége az úgy fog működni, hogy a szakmai irányítást a uniós támogatások, tehát két fajta van, az EMGA és az EMVA esetében a szakmai irányításért továbbra is az agrárpolitikáért és az agrárfejlesztésért felelős miniszter, tehát a FM miniszter gyakorolja a jogokat. A hivatali szervezet az beintegrálódik a kormányhivatalba, tehát az a 122 fő, aki dolgozik itt a Hősök terén, az a főosztályi jelleggel a kormányhivatal része lesz, és osztályokra tagozódik, míg a kifizetőhely, tehát a támogatások kifizetőhelye lesz a Magyar Államkincstár megyei igazgatósága. Na most ebből adódóan több feladatunk van, és itt a legfontosabb a uniós elvárásoknak megfelelően, hogy akkreditációval rendelkezzen a kifizetőhely. Ez folyamatban van, épp ezen a héten, pénteken a szakemberekkel és érintett három megye kormánymegbízottjával itt nálunk Nyíregyházán lesz egy munkamegbeszélés, hogy halad ez az akkreditáció, az akkreditáló szervezet képviselői is itt lesznek. De itt meg kell említenem és meg kell nyugtatnom mindenkit, hogy a megyei igazgatóság átadás átvételével kapcsolatos szerződést már két hete aláírtuk az MVM, az FM és a mi részünkről, tehát ez megtörtént. A költségvetési rész aláírása előtt áll, tehát minden részletet kidolgoztunk, és gyakorlatilag a bürokratikus része az integrálásnak a kormányhivatal és az MVM tekintetében az rendben van. Ami a legfontosabb ezen a területen a gazdák szempontjából, hogy túl azon, hogy a Magyar Államkincstár lesz a kifizetőhely, az, hogy fizikálisan, gyakorlatilag a hétköznapokban remélhetőleg nem fognak érzékelni semmit. Ez azt jelenti, hogy a kérelemmel ugyanoda kell fordulni, az ügyintézés helye, helyszíne ugyanaz lesz, a Hősök tere 9, remélem jól mondom a számot, tehát a Zöld Irodaház lesz. Itt szervezeti átszervezésről van szó, hatásköri átrendeződésről, és az, hogy a bürokratikus ügymenet az ne lassuljon, illetve minél gyorsabban jussanak hozzá a gazdák a támogatások, hiszen nem csak ennek az integrációnak a kapcsán, de más esetekben is azt kell, hogy mondjam, hogy az első fok az lekerül járási szintre, és a kormányhivatal főosztálya lesz a másodfok olyan esetekben, olyan hatósági ügyekben, amelyben adott esetben a központi államigazgatási szerv
nevezetesen az országos főhatóság volt a másodfok. Tehát azt kell mondanom életszerűen, hogy a megye határt nem hagyja el az ügy rendes jogorvoslati eljárás esetén. Tehát a kifizető ügynökség az tulajdonképpen még csak most alakul, arról viszont lehetett már hallani, hogy több megyében a miniszterelnökséget vezető miniszter leváltotta az MVH vezetőket, tehát azért itt az elmúlt hetekben voltak személycserék. Itt a megyében mi várható akár a vezető személyére, gondolok én most itt, akár pedig a létszám tekintetében? Marad-e a létszám? Igen, az MVH elnökét, jó tetszett mondani, is távozott. A megyében nincs ilyenről szó, és egyébként az integráció kapcsán létszámleépítésről nincs szó megyei szinten. A megyei hivatal igazgatóját én ismerem, én úgy gondolom, hogy felkészült szakember, és főosztályvezetőként is el tudja látni a feladatát, és azok a munkatársak, akik vannak, tovább fogják végezni a tevékenységüket itt Szabolcs-Szatmár-Berek megyében, amely a legnagyobb egyébként az országban, a legnagyobb kirendeltség. Nincs ok arra, hogy személyi változás legyen vezetői szinten. Ez az átalakítási folyamat a jelenlegi kifizetéseket nehezíti-e esetleg, vagy gördülékenyek maradhatnak a kifizetések, hiszen november végéig az agrártámogatások, az előleg kifizetések, azok elindultak, és le kell, hogy fussanak. Ezen dolgozunk, ezért találkozunk pénteken az akkreditáló szervezet vezetőivel, ezért találkozunk a még létező MVM elnökség, illetve vezetéssel, és minden olyan szereplővel, aki e tekintetben kell, hogy közbe játszon az integrációban, hogy a még meglévő esetleges kérdéseket megvitassuk és megoldjuk, de én úgy látom, hogy minden olyan dokumentum, minden olyan szükséges feltétel adott, hogy a Magyar Államkincstár ezt az ideiglenes akkreditációt, ami először ideiglenes Brüsszel részéről megkapja. Én nem látok semmi zavaró körülményt. Ugye még van egy bő másfél hónap, mert januárban lesz ez az egész átállás, addig még fogunk erről úgyis beszélni. Nézzünk egy másik témát, a közigazgatásban több lépcsős béremelés indult el, és ez a következő évben és években is folytatódik, mennyivel emelkedett a köztisztviselők, hivatalnokok fizetése. Ugye ismeretes, hogy az létrejött az állami tisztviselői kar, és a elfogadott törvény alapján július 1-től a járási hivatalok dolgozóinak bére jelentősen, általában 30%-kal emelkedett. Ennek a törvénynek a hatája január 1-től érvényes a kormányhivatal többi szerzeti egységére, többi főosztályára is, tehát akik eddig kormányhivatali dolgozóként, állami tisztviselőként nem kaptak fizetésemelést, azok most fognak január 1-én a törvény rendelkezéseknek megfelelően. Ez megyénkben 2049 főt fog érinteni. Tehát 2000 fölötti létszámról van szó, ami a mostani bérrendezést illet, és általában 30%-os béremelésről beszélhetünk, de nyilvánvaló, hogy ez a végzettség, beosztás, illetve vezetői szintként változik. Adott esetben egy ügykezelő, vagy egy középfokú végzettségűnél ez lehet 50%-os béremelés, egy középszintnél előfordulhat általában egy 20-25%, még felső vezetőknél nyilván a főosztályvezetői szinten ez 5-10% béremelést jelent. Ugye itt azt kell elmondani, hogy az állami tisztviselőkről szóló törvény elfogadása és hatályba lépése kapcsán változott a besorolás, a bér
számítás, az illetmény számítás szempontjából teljesen megváltozott a rendszer, mert eddig az évek végzettség nyárpótlék alapján volt egy szorzószám, és a mindenkori illetmény alapot, ami 36.650 forint volt utoljára, úgy gondolom, és mindig az éves költségvetési törvényben határozták meg, és az évek óta nem változott. Nos, ez az illetmény alapot szorozták be a megfelelő szorzóval, és így jött ki a fizetés. Most a törvény melléklete szerint egyrészt végzettség, másrészt pedig eltöltött évek, harmadsorban pedig egyéb feltételekre, tehát kiemelt vezető, stb. Besorolásra tekintettel tólik határ van, ami alapján meghatározzuk az illetményt, és még egy fontos szabály, hogy ezen túlmenően ugye éves minősítés van a dolgozó a tisztviselő tekintetében, és a munkáltató jogkör gyakorlójának van széles joga abban a tekintetben, hogy ettől a törvényi kerettől milyen mértékben tér el, lefelé vagy felfelé. Ez egy metodikai változás, egy szemléletbeli változás a korábbi törvényhez képest, azaz a végzett munkát, a szakmai felkészültséget és a teljesítményt azt jobban kívánja a jogalkotó értékelni, mint adott esetben a eltöltött éveket. Nagyon szépen köszönjük, kormány megbízott úr. Én is köszönöm a lehetőséget.